Négy napon keresztül pattogott a labda a Mátészalkai sportcsarnokban, ahol 9. alkalommal rendezték meg a Szizos Sportszer Kupa kispályás labdarúgó tornát. A 850 000 forint összdíjazású rendezvényre a Dunántúlról és a határon túlról is érkeztek csapatok. A szervezők szerint ezúttal is nagy érdeklődés kísérte a futszállabdával játszott 88 mérkőzést. Most is rengeteg nézőnk volt, ugyanúgy 44 csapat részvételével zajlott ez a rendezvényünk is. Budapest, Tatabánya, Eger, Miskolc, tehát a szomszédos megyékből külföldi résztvevő is volt, ezzel mondhatjuk, hogy nemzetközivé vált, vagy hát nem vált, mert korábbi évekhez hasonlóan most is nemzetközi volt ez a torna. Annyit szeretnék még elmondani, hogy ugye bennünket mindenki ezzel a tornával kapcsolatosan figyel, mert ez a legnagyobb rendezvényünk, de ez bekapcsolódik egy téli futball torna sorozatba, és ezzel kezdtük. Egész február végéig, minden hétvégén valamilyen rendezvényt bonyolítunk itt a városi sportcsarnokba. A tornán a címvédő Hungarotárg Debrecen bizonyult a legjobbnak, miután a hármas döntőben 2-1 győzött a gacsáiak ellen, majd 3-2 vert a Mátészalkai csapatot. Nagyon nehéz napon vagyunk túl, rengeteg jó meccset játszottunk, de hál' Istennek a tavalyi címvédés után idén is sikerült ez a bravúr a csapatnak. Nagyon büszke vagyok a srácokra, mindenki kitette a szívét, lelkét a pályán, és ha akar a csapat, ez meglátszik. Nem kell nagy dolgokat csinálni, pályán csak egymásért meg kell halni, és ez meghozza a gyümölcsét. A második helyen a gacsái Szamoskér Kft. Csapata végzett, miután a debreceniektől elszenvedett vereség mellett 3-2 legyőzte a hazai Beach Party sátor együttesét. Végére elfáradtunk, hát vezettünk 1-0, utána visszaálltunk nagyon szerintem, és ugye ezzel is elszúrtuk a meccset. Egy igazán jó csapat ellen, ugye a tavalyi címvédő, ugyanúgy kikaptunk tavaly is ellenük, hát nagyon sajnálom ezt a meccset, de hát mondhatom, a jobb csapat nyert. Mátészalka polgármestere szerint a rendezvény évről évre népszerűbb a csapatok és a szurkolók körében. Nagy élmény volt itt a döntőben nézni, hogy tényleg a Csilláron is csüngtek az emberek, akkor érdeklődés kísért ezt a nagyon-nagyon jó mérkőzés sorozatot. És én azt gondolom, hogy ha valahova 44 csapat ellátogat Debrecenből, akár 100-150 kilométeres körzetről is, amellett, hogy természetesen egész Szatmár képviselteti magát, akkor az önmagában is bizonyítja azt, hogy a szervezők nagyszerű munkát végeztek. A tornán külön díjakat is kiosztottak a szervezők. A gólkirályi címet a Mátészalkai csapatban játszó Iván Attila szerezte meg, a legjobb kapusnak a gacsái Makai Zoltánt, a legjobb játékosnak pedig a debreceni Gyöngy Tamást választották meg a szakemberek.